Csongrád-Csanád megyében 77.792 polgár volt jogosult arra, hogy éljen a szavazás jogával. Lázár János a Fidesz-KDNP színeiben hatodjára indult el országgyűlési képviselőjelöltnek a 4-es számú választókerületben. Legesélyesebb kihívója az összellenzék miniszterelnök jelöltje Márki-Zay Péter volt. A megyében megjelentek aránya megegyezik az országos adatokkal, csupán 0,28%-kal szavaztak többen. Itt 75.440 szavazó közül 28.158-an Lázár Jánosra adták le a voksukat. Ez 6.873 szavazattal több, mint amit Márki-Zay Péter magáénak tudhat. Kérdés eddig sem, hogy Lázár János államférfi. Azt sem mondom kétségbe, hogy ellenfele Márki-Zay államférfi lehet. De Lázár János most bizonyosságát adta annak, hogy államférfi, és letette a névjegyét azért, hogy akár az ország legmagasabb tisztségéért is elindulhat bármikor legitimációval támogatásra állt a mögött. Ehhez Makó is hozzájárult, hiszen 12.811-en éltek a szavazati jogukkal. A megjelentekből 6.984 fő Lázár János támogatta. Hódmezővásárhelyen a szavazó polgárok több mint 75%-a járult az urnákhoz. Itt 34.089-ből 25.705 fő szavazott. Lázár János Márki-Zay Péterrel szemben 11%-kal kapott több voksot. A hódmezővásárhelyi polgármester országos szinten is elbukott, hiszen a Fidesz-KDNP ott is tarolt, így Orbán Viktor ötödszörre alakíthat kormányt. Sokakban kérdésként vetődhet fel, hogy vajon Márki-Zaynak mi lesz a jövője. Szerintem a következő napok legfontosabb kérdése az lesz, hogy Márki-Zay Péter milyen döntést fog hozni. A listáról szerzett mandátumával beül-e a parlamentbe, vagy megtartja a Hódmezővásárhelyi város polgármesteri székét. Melyiket teszi jól? Hát én azt gondolnám, hogy a Max Weber a politikával kapcsolatban, a hivatásos politikusokkal kapcsolatban két stratégiát említ meg, a célracionálisat és az értékracionálisat. Az a lényeg, hogy az értékracionális az értékeken alapul, a célracionális a céljaink elérésén nagyon egyszerűsítve. Az értékracionális szerintem az lenne, ha Márki-Zay Péter megtartaná a Hódmezővásárhelyi polgármesteri tisztségét, hiszen azt a funkciót vállalta eredetileg, és a másik funkciót, amiért elindult, azt nem nyerte meg. A célracionális viszont az lenne a saját politikai karrierje szempontjából, hogyha beülne az országgyűlésbe, és ott lépne tovább, és próbálna tovább politizálni. Lázár János a választások éjszakáján a sajtótájékoztatóján elmondta, büszke arra, hogy a választókerületében található mind a 19 településen győzelmet aratott.